bajnoki címvédő Győrietó látogat Pápára a labdarúgó OTP Bank Liga 25. fordulójában, és nyilván címvédőként ennek a találkozónak az esélyese, de nem kell félteni a Pápát hazai pályán senkitől sem, nem adják olcsón a bőrüket. Kizmadián áll a labda. Marics. Ellövi. És a labda Kamenár kezében. Nagy, ez jó, nem esik el, tovább teszi. Szép támadás. Dobas Kamenár a végállomása az akciónak. Még mindig elég sok a hiba, és kevés a lövés. Na most lehet, hogy lesz egy, úgy van, elmegy keresztbe a labda. Varga. Ez egy remek kameraállás. Kicsit talán csőrrel találta el a labdát. Szép az indítás, Rudolf. Ketten jönnek a balján, Rudolf lövőhelyzetben, Rudolf lövi el. És most Trescsik mondja magában, hogy miért nem passzolt Rudolf. Fejes, és vezet a Győr. A mérkőzés 40. percében Kamber góljával megszerzi a vezetést Horváth Ferenc csapata. Nagyon érdekes lesz majd a visszajátszást megnézni, mert épp fel akartam arra hívni a figyelmet, hogy a győri szögleteknél a vendégcsapat rendszeresen azt csinálja, hogy a kapus körül nagyon sok játékos helyezkedik, tehát tök lehetetlen az, hogy Szűcs ki tudjon jönni, és el tudja ütni a labdát. Szűcsnek itt nem volt esélye. Így viszont nagyon nagy bajban van a Pápa, Strescsik viheti be Zitzer, Strescsik eltekeri Szűcs! Szűcs Lajos! Kalmár, Rudolf, előnyszabály, Pátkai, két támadó, két védő, Strescsik lép ki megint, újabb helyzet, Strescsik, és ezt már gólra váltja, 2-0 a Győrnek! Horváth Ferenc most már ugrálhat örömében. Az előbb még lehet, hogy idegességében csapott a levegőbe a vendégek vezetőedzője, de most már az idegesség boldogságra változik. Nem rossz! Kamenár repült a levegőben és ütötte a léc fölé. A labda is érkezik. Varga sprinttel Tóth beteszi. Élesen rúgta középre a labdát Tóth. Megint minden győri felveszi a védekező pozíciót. De még így is tud fejelni Csizmadia. Az más kérdés, hogy nagyon rosszul találta el, pedig ez komoly lehetőség volt. Teljesen tisztán. Ott van még. A jobb alsó sarok előtt Kamenár fogja meg. Arsic, Arsic. Nagyon gyenge. Ismétlése sokkal jobb. Német. Úgy szállt a labda, mint a zsinóron húzták volna, volt benne erő bőven. Nem rossz. Nem rossz, még mindig ott van. Nincs gól. Előtte Arsic, ott állt a kapus. Ez nagyban megkönnyítette a dolgát, fogni azonban nem tudta Kamenár. Pátkait egy lövőcsellel átverte, ez a passz is jó, ezt látja lő, és megvan a pápai szépítés. A mérkőzés hajrájához közeledünk, és a pápaiak, hát ugye, mint arról a szünetben még Kenesi Krisztián beszélt, szerettek volna gyorsan a másik fél elején gólt szerezni, az nem jött össze, de így még izgalmas lesz a hajrá. Most jön a labda. Szekúr felé, eljut Szekúrhoz, mekkora helyzet maradt ki. 84. perc, egyenlíthetett volna a pápa. Fogja a fejét az edző. Csúsztatás mellé. És ebben a pillanatban megnyeri az Eto'o a mérkőzést.